vagyok, Sári. Anyu beteg. Koszmók, ma nem mehetünk be a hálószobába, figyelmeztette Szutyog Sári a kutyáját. Anyu beteg, itt van nála az orvos, meg egy ápolónő is. De tudod mit? Főzzünk neki valami finomat. Gyere, Koszmók, paradicsomlevest csinálunk, azt nagyon szereti. Szutyog Sári kivett a konyhaszekrényből egy konzervdobozt, aztán egy konzervnyitót. Hő, de kemény munka ez. De azért ment ám. Szutyog Sári beleöntötte a paradicsomot a fazékba. Ez még egy kicsit darabos, állapította meg. Hozom a robotgépet. Tudta jól, mit kell csinálni, ha darabos a leves. Robotgépet a lábosba, megnyomni a gombot, és... Jaj! Óvatosan! A leves mind kifröccsent a fazékból. Elsőként apu jött be, pof! Aztán az orvos, blöty. Aztán az ápolónő, blöty. Szutyog Sári mindannyiukat beterített a paradicsomlevessel. Hagyd abba! Engedd el a gombot, Szutyog Sári! De a buta Szutyog Sári csak nem engedte le a gombot. Szerencsére Koszmók okos kutya volt, úgyhogy gyorsan kirántotta a dugót a konnektorból. Végre! Nem sok leves maradt a fazékban. Annál több volt a konyhában. Mindenről csöpögött a paradicsomlé. Szegény Szutyog Sári, hogy fog itt kitakarítani? Apu morgolódott, de aztán kiadta a parancsot. Egy, kettő! Mindenki fog egy felmosoronyot, mindenki sikál! Még Koszmók is segített. Hozzanak nekem egy vödröt, kérte az orvos. Menjenek innen, mondta a nővér, majd én megcsinálom. A konyha elkészült. Minden szép tiszta lett, kivéve persze Szutyog Sárit és Koszmókot. Ekkor jött apu a kertislaggal. Szutyog Sári végre bevihette a paradicsomlevest anyunak. Finom lett, mondta anyu.